Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Szóval a mai videóban, amint látjátok, egy SteelSeries Apex M750 TKL mechanikus billentyűzetet fogunk kicsomagolni. Igazából erről annyit lehet tudni erről a billentyűzetről, hogy ez tulajdonképpen egy e-sportolóknak készült billentyűzet. Na most ez igazából nem tudom pontosan, hogy mit takar, az biztos, hogy ugye van háromfajta switch verzió, van a red, a brown és a blue switch ugye mechanikus billentyűzetekben. Na most ebben tulajdonképpen, amennyire én tudom, ebben egy SteelSeries QX2-es mechanikus RGB switch van. Tehát, hogy valójában egyik se. Tehát, mint látjátok, tehát itt ez valami más. Ettől függetlenül lehet, hogy red switch, de mindjárt meglátjuk, csak hogy úgy érdekes. Na jó, oké, szóval. Egy leírás hozzá, hogyha esetleg nem tudsz összerakni egy billentyűzetet, de akkor mondjuk ne is vegyél ilyet. Aztán. Oké. Ezek valók a billentyűzet aljára, ilyen támasztónak, hogy ne csúszkáljon esetleg, és azért ilyen boomsli, ugye, hogy megemelje a billentyűzetet, hogy ergonomilag jobban legyen rajta írni, vagy ilyesmi. Oké, semmi más nincs a dobozban. Szóval, a billentyűzet az ugye, amint látjátok, ez nem teljes billentyűzet, hanem ez ugye, tehát hiányzik, úgymond hiányzik róla a numlok. Na most a sokaknak ugye probléma lehet, hogyha valaki szereti a numlokot, én soha nem használtam a numlokot, csak bemakrózva, és azt is nagyon ritkán. Szóval, így néz ki a billentyűzet, szerintem nagyon szép, nagyon állat. Ami fontos, és tudni kell róla, hogy ez egy shieldless billentyűzet, ami azt jelenti, hogy nincsenek letakarva ugye a gomboknál, és így gyakorlatilag mindenfele világít. Ez a kicsit hasonlít így első ránézésre, kivéve, hogy ez a kis szigettel itt középen, az Asus ROG Claymore billentyűzetre. Ugye a switchek továbbra is ugyanúgy cserélhetőek, hogy fogod kiveszed, hát valójában ez lehetséges, hogy red switch, elképzelhető, hogy red switch egyébként. Raktam vissza. Viszont ami nagyon érdekes, hogy az útja a billentyűzetnek sokkal, hogy mondjam nektek, kifinomultabb egy kicsit. Tehát, mint mondjuk az Asus ROG Claymore-nak. Ami nagyon fontos, ez alatt azt értem, hogy amikor nyomkodjátok, ugyanolyan tactile, ugyanolyan, mint hogyha red switch lenne, szerintem az egyébként, de a gyártó nem így tünteti fel, hanem ugye, mint mondtam, ugye ez egy QX2 lineár mechanikus RGB switch, ami benne van. Ez a megnevezése. A teljes elvileg ennek a billentyűzetnek az útja az elvileg 4 mm és 50 millió lenyomás bír ki ez a billentyűzet, ami hát szerintem teljesen jó. Persze természetesen 100%-osan anti-ghost ink van rajta, tehát hiába nyomjátok le, nem fog összeakadni a billentyűzet. Illetve ugye, ami nagyon fontos, és meglepődnétek, hogy habár ez itt műanyag, de alatta innentől kezdve ez viszont már egy alumínium rajta. Tehát ez egy alumínium ötvezet van benne, és arra van ráhúzva ez a műanyag rész, amitől hát gyakorlatilag ahogy írtok, meg úgy az egész sokkal stabilabb, nem hajlik. Ugye nincsen kilengése a billentyűzetnek, hiszen egy alumínium chassisbe van benne, ami egyébként tökéletesen jó, és nagyon, nagyon tetszik a megoldás. Ugyanazt a prémium érzetet kelti egyébként, mint az Asus ROG Claymore esetében is.
Jó, ami nagyon fontos, hogy mivel ugye SteelSeries, azért ismerjük ezt a márkát már egy ideje. Ez nekem például ugye, ha meg visszanézitek a videómat, ugye az egerem is SteelSeries. Ez egy nagyon jó márka. Tehát tényleg nagyon jó, és meglepően jó a szoftver támogatása is. Úgyhogy ha már másért nem, bár valamiért mondjuk nektek ez a forma nem tetszik, bár mondjuk nehéz megérteni, hogy miért nem, mert egyébként szerintem nagyon-nagyon durván jól néz ki, és egyébként meglepődnétek, de nagyon jó súlya is van. A szoftver támogatás, illetve ugye a customer supportja a SteelSeriesnek, hát elég jó. Tehát maradjunk ennyiben. Oké, okay, szóval lássuk is, hogy milyen ez az egész akkor élesbe, illetve bedugva, hogy hogyan világít. Szóval, amit látjátok, ugye RGB-sen világít ugye az egész billentyűzet, ami hát szóval hát nagyon királyul néz ki, valljuk be. Többfajta beállítás van, úgy alapból, mielőtt feltelepítenéd egyébként a szoftvert hozzá. Tehát van az, amikor így megnyomok egy gombot, látjátok, és így onnan elkezd így menni egy ilyen ívba, egy ilyen csíkba az egész, ahogy írok, vagy ahogy éppen lenyomom a billentyűt. És akkor itt van ez a jel, amit hogyha lenyomok, akkor azonnal a felső részek átvált, ugye narancssárgára, és ezzel és az inserttel tudom változtatni azt, hogy milyenek legyenek rajta az effektek, ilyen hullámos, vagy például az, hogy így egyesével kivillannak ugye betűk, meg számok, ugye akkor az, hogy folyamatosan csak lila, aztán ugye ugye átvált akkor ugye ilyen rózsaszínesre, aztán ugye ilyen pirosasra, vagyis a sárgára, most aztán piros lesz. Ugye van ez a hullámzó, megy visszafele színek, úgyhogy váltogatja a színeit, illetve ugye az, hogy ilyen stroboszkópszerű, vagy mit tudom én mi ez. Ez egy nagyon jó billentyűzet. De tényleg. Tehát ugye miközben ezt lenyomjátok, a Dell-lel váltjátok az adott beállításnak, illetve kombinációnak a színpalettáját, tehát ezzel váltjátok kék, rózsaszín, és hát az lila volt inkább. Mindegy, tehát hogy így igen, ezzel váltjátok. Igen, tehát a billentyűzet egyébként nagyon-nagyon tetszik. Mondom, ezt úgy csinálja most nekem jelenleg, hogy elvileg nincsen feltelepítve a SteelSeries program. Tehát mindegyiknek van egy bemakrózott világítása automatán, onnantól kezdve, hogy ti elindítjátok, ugye, vagy rádugjátok a gépre a billentyűzetet. Ami szerintem elég menő. A hangja az nagyon kifinomult, nem ez a zörgő, nem ez a rettenetesen csattogó, meg zörgő minden baja van, hanem tényleg... Egyszerűen jó rajta gépelni, nagyon érezni azt, hogy responzív a billentyűzet. Tesztként idehoztam az Asus ROG Claymore-t is, hogy lássátok, hogy nagyjából ugye ez a form faktor ez ugyanaz. Ami hasonlóság, amit szeretnék bemutatni nektek, ugye a hangja a billentyűzetnek. Tehát amikor írok mondjuk, hogy milyen hangja van a SteelSeriesnek és milyen hangja van az Asus Claymore-nak. Tehát lássuk. És akkor Claymore. Hallgassátok, tehát mikor lenyomunk az Entert, ez sokkal inkább ilyen tactile-abb, sokkal zörgősebb, de jó minőségű zörgősebb, mint a Claymore maga. Tehát én azt mondom, hogy kinek mi, nekem, én nagyon szeretem a Claymore-t, nagyon imádom, nagyon jó a kiosztás, nagyon jó a form faktor, nagyon jó a design, nagyon jó a súlya, az fontos. Tehát a súlya az megint csak, tehát érzed rajta, hogy prémium, és a vicc az egészben, hogy ez olcsóbb valamivel, de ugyanúgy érzitek rajta azt a prémium érzést, tehát azt a feelinget, amikor a kezedbe fogod, és próbálod hajtogatni a billentyűzetet jobbra-balra, csavarni, de nem bírod.
ez ugyanúgy megvan a Rogue Claymore-nál is. És ez jóval olcsóbban tudja azt. Szóval, ha valaki esetleg gondolkodik rajta, hogy SteelSeries billentyűzetet vegyen magának, és hogy nem tudja, hogy milyen a minőség, hát elmondom nektek, hogy a minősége az messze felülmúlta azt, amit én gondoltam róla. Amire esetleg még kíváncsiak lehettek, hogy az Asus ROG Claymore-hoz képest ennek a billentyűzetnek a súlya mekkora. Úgyhogy lássuk is, tehát Asus ROG Claymore 738 gram, tessék. Tehát nehezebb a billentyűzet, mint maga a Claymore. Ez hihetetlen. Nagyjából ugyanaz a súly, ugyanaz a kategória, csak olcsóbban. Szóval így végszóként, tudom-e ajánlani ezt a billentyűzetet? Igen, tudom. Ez egy rettenetesen jó billentyűzet, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani. Árkategóriájában szerintem ez beszarás. Anyaghasználatból megint csak rettenetesen jó, illetve ugye használatban meg hang, meg maga a minőségérzet, az tipikusan egyébként egy az egybe Asus ROG Claymore szint. Mondjuk bevallom őszintén, hogy nekem ennek például ez a tactile, meg az, hogy egy kicsit ilyen softabb, amikor így lenyomjátok, mint a Claymore-nak, ha bár, hát szóval nagyon nehéz megmondani a különbséget, inkább hangra másabb. Úgyhogy abszolút tudom ajánlani ezt a terméket. Amennyiben tetszett nektek ez a videó, mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok itt lent fel a csatornára, kövessetek be Facebookon, illetve támogassatok Patreonon, és fogok kisorsolni továbbra is játékokat a támogatók közül. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a figyelmet, szevasztok!